Sziasztok, ez itt a Mi a Teendő podcast, én Papp vagyok. Én pedig Éber Márk, sziasztok! Ma csak ketten leszünk, nincsen vendégünk, néha tartottunk már ilyen adást az elmúlt évadba is, ebben az évadban még nem, de úgy gondoltuk, hogy most épp lement öt adásunk, amiben nagyon sok mindenről beszélgettünk, élelmiszerválságról és önrendelkezésről, baloldali emlékezet politikáról és galilei körről, beszélgettünk gender kérdésekről, kapitalizmus meghaladásának kérdéseiről, illetve arról is és hogy milyen újfajta politikai logikák jelennek meg esetleg a 21. században, pontosabban ezen belül is, hogy az árupiaci és részvénypiaci logikák hogyan jelennek meg adott esetben a politika hétköznapi működésében, abban, hogy a politikai pártok, vezetők és a szavazók is ezeket a logikákat mozgatják, és akkor Pont ez a legutolsó beszélgetésünk Csigó Péterrel volt az, aminél egyrészt még folytatódott is egy kicsit a párbeszéd, azt hiszem, Márk és Péter között. Így van, így van. És hogy még maradtak bennünk olyan kérdések, amiket gondoltunk, hogy egy ilyen duett formába kibeszélnénk, de egyébként amúgy az identitáspolitika meg gender kérdések kapcsán is hasonlód, meg amikor Konop Péterrel beszélgettünk Erikon Imrájtnak a Hogyan legyünk antikapitalisták című kötetéről, ott is azért még maradtak szerintem kitárgyalatlan dolgok. Úgyhogy a mai részben ilyenekről fogunk beszélgetni, hogy hogyan is képzelhető el az antikapitalista politika, mennyire tartjuk meggyőzőnek adott esetben azt, hogy tényleg új logika szerint szerveződik a kortárs politika, beszélgetünk képviseletiség válságáról, szociáldemokráciáról, meg egy kicsit kulturálisabb dimenziókról, vagy inkább ideológiai dimenziókról, amik a, az identitásokhoz, meg nemi szexuális szerepekhez kapcsolódó kérdések is. Így van. Szerintem jöhet is az intro. Na, jöhet az intro. <laughs> Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő. Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? Hát minden érdemi társadalmi mozgalom, negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy mint a düh, uh -huh. úgy mint a megalázottság, úgy mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni. Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja, világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát. A kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság, akár ideológiai szinten. Tehát, hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a Ha az nem lenne oda tartva, akkor nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, hogy ember és ember között mindig lesz valami távolságos, a szerelem a pillanataiban oldódik fel. Stilszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogyélatok. Szóval igen, mivel kezdjük, mi volt az, ami esetleg neked nagyon megmozgatta a fantáziádat az utóbbi podcastjaink kapcsán? Nekem az utolsó három, tehát Kovács Eszterrel, Konok Péterrel és Csigó Péterrel éreztem azt, hogy megint valahogyan nehézséget okoz, hogy interjút készítünk, vagy pedig beszélgetünk. És ennek pedig az az oka, hogy alapvetően szeretnénk végighallgatni őket, és mind a ketten elég előzékenyek vagyunk ahhoz, hogy ne vágjunk a szavukba, így viszont egy kicsit bennünk marad. Meg olykor kapok ilyen visszajelzéseket, biztos te is, hogy, hogy azért azt még megkérdezhetétek volna, tök érdekelt volna, hogy ti mit gondoltok, miért nem kérdezed meg a papszit is, hogy mit gondol, tehát hogy ne csak interjú legyen. Úgyhogy nekem igazából mind a három utolsóhoz vannak kérdéseim. A legtágabb kérdés, ami miatt a Konok Pétert hívtuk, is, hogy az Erik ez a könyvele fordult magyarra, köszönhetően éppen Péternek és az Open Books-nak és Déri Ákosnak, ez ezúttal is köszi. Ezt szerintem nagyon élesen felvetette azt a kérdést, hogy hogyan éleszthető fel ütőképes baloldali politika. És én ott próbáltam mondani dolgokat, Vivek Csibberrel és Baskásunkarával és így tovább, de nagyon kíváncsi lennék, hogy te most, hogyha ide visszaugrunk, akkor mit mondanál, hogy neked mi a tanulság? A kollektív cselekvő kérdése az nagyon el van maszatolva mm -hmm. ebbe az egész dologban már mint az Eli Olin Wright könyvében. Azzal szerintem tökre lehet menni, hogy vannak különböző stratégiák, hogy Igen. van forradalmi stratégia, meg fokozatos változtatás stratégia, meg van felülről jövő, tehát az államaparátust használó reform, meg vannak azok, amik ilyen autonóm kezdeményezések, és mondjuk alulról építkező mikroszociális viszonyokban beépülő stratégiák, szóval, hogy ez így szerintem egy tök és leírás. Az egész sztorinak, Viszont az, hogy ezt ki is csinálja, hogy ki a kollektív cselekvő, az a kérdés, azt szerintem nincs kibontva, és szerintem itt van az egyik ilyen fontos dilemma, nekem uh -huh. legalábbis. Uh -huh hogy, pedig próbáltam végig gondolni, hogy az a szervezet munkásosztály, ami ennek a baloldali politikának a képviselője, mozgatója volt, az TGM meg a belépési küszöbös intrót idézzük, történelmi értelemben vereséget szenvedett a munkásosztály, és az is egy érdekes kérdés amúgy, hogy mikor szenvedett történelmi vereséget, a fasizmus törte le ezt az egészet, tehát ez a 30-as, 40-es évek, amikor gyakorlatilag Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is. A fasizmus szétrancsírozza a szervezett munkásosztály egy csomó intézményét, és emberileg is, hogy a fizikai értelme is kiírt sok embert belőle, vagy pedig később a neoliberalizmus az, ami elhozza ezt. Mert hogy azt lehet mondani, hogy ugye a másik világháború után van egy ilyen osztálykompromisszum, a keleti vagy a, az államszocialista rendszereket is lehet valamilyen szempontból így tekinteni, de a nyugati jóléti államokat mindenképp hogy az egy ilyen tőke munka közötti osztálykompromisszumra alapszik, tehát hogy ott azért még megjelenik a szervezet munkásosztály valamilyen formába, viszont ugye a neoliberalizmus az, amikor mondjuk így a 70-es, főleg a 80-as években az, amikor végérvényesen, és mondjuk ezeknek az ilyen tökéletes példái az ugye, ahogy Thatcher szétveri a sztrájkoló bányászokat, meg az egész szakszervezeti mozgalmat Nagy-Britanniában, az ahogy hogy ezzel párhuzamosan régen ugyanezt végigcsinálja, repülőtéri no, irányítók sztrájkja és szakszervezetének a teljes olyan. törvényerővel való betiltása. Szóval ezek a példák, de hasonló mondhatom mondjuk Olaszország kapcsán, hogy a 60-as, 70-es éveknek ez a felfordulása, amit nagyrészt a baloldali munkásmozgalmi mozgósítás jellemez, azt hogyan pacifikálják, törik le adott esetben egyébként az olasz kommunista pártnak az aktív részvételével, szóval, hogy ez a történet, ez mindegyik centrumországba elmesélhető. Na és akkor onnantól már biztos, hogy az a fajta autonóm munkásmozgalmi önszerveződés vagy politikai aktor nem jelenik meg politika formáló erőként. De ezzel együtt azt is gondolom, hogy például a 2008-as válság óta elkezdődött időszakban a munkásosztály nem mint autonóm politikai cselekvő, de abban az értelemben mégis megjelenik politika formáló erőként, hogy a jelenlegi 2020-as évek mainstream centrum politikája nyugaton valamilyen módon abból a felismerésből indul ki, hogy ezek az ilyen Trump és Orbán Bán és Boris Johnson típusú jobboldali populista erők, azok valamilyen módon rácsatlakoznak a munkásosztály sérelmeire, az elmúlt évtizedekbe felhalmozott igazságtalanságok miatt érzett frusztrációira, rossz érzéseire, szenvedéseire, hogy valamilyen módon az egy ilyen reakció, és hogy annak a letörése, mármint mint ennek az ilyen jobboldali populista veszélynek a semlegesítése, az megköveteli, hogy valahogy egy kompromisszumosabb, neoliberális dogmáktól elmozduló politika legyen az a mainstream centrista politika, ami az én szemem be. nyilván a Bidenéknél jelenik meg, egy tiszta formában. Az, ahogy a Biden adott esetben kooptálta a pártnak a bőrni szárnyát. Szóval, hogy van ez, miközben ott van az, hogy a munkásosztály, mint szervezet erő, hogy felléphessen, annak ez a fajta elmozdulás ad lehetőségeket. Tehát látjuk azt, hogy Nagy-Britanniában most az elmúlt fél év az azért rengeteg sztrájkról szólt. Tehát postai dolgozók, egészségügyi dolgozók, vasúti dolgozók, egy csomó ilyen sztrájk meg megmozdulás van. És ugyanez Amerikában is látszik, hogy ez a fajta centrista politika, ami próbál valahogy munkásbarátabb lenni és tőke skeptikusabb lenni, attól még az, hogy a munkásosztály kollektívan önszerveződő politikai erő legyen, az azért annyira nem preferálják, és ez megint a Biden, ahogy a vasutasok sztrájkját törvényi erővel lehetetlenített el. Szóval van egy ilyen érdekes elmozdulás is, hogy innen nézve, csak hogy ahogy az eredeti kérdésed az ugye az volt, hogy mit gondolok erről az antikapitalista stratégiákról, ami a teendőről, hogy itt a kia tevőnél történik egy lehetőségnyílás, úgyhogy ez mindenképp egy jobb helyzet, mint 90-es években. Tehát azt gondolom, hogy ha most 99-ből vagy 98-ból ide jönne valaki, és megnézné, hogy Európában, meg Észak-Amerikában milyen típusú politika van a mainstream által, akkor nagyon nem értené, hogy mi történik. Clinton-Blair érához képest az, ami most történik, tehát a full privatizáció, kisállam, mindent a piac, szabadkereskedelmi globalizáció, ezek a dolgok, szóval, hogy nem értené, hogy sokszor ugyanazok az emberek, akik akkor ezt hirdették, most már nem ezt hirdetik. Tehát, hogy van itt azért egy ilyen fajta politikai elmozdulás, ami persze nem egy antikapitalista elmozdulás, csak hogy nyit szerintem olyan fajta tereket, amiket mondjuk így a csúcs neoliberalizmus időszaka az azért nem. Uh -huh. Igen, azért gondoltam, hogy boldog lenne, mert feltételeztem, hogy az a valaki, aki szánkózik itt 25 évet az időben, az balos, és akkor ja. így boldogabb lenne, vagy nagyobb mozgást látna. Ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy újra teremthető-e a képviselet. Mert ugye Csigó Péter azt mondja, hogy a politikát árupiaci, vagy tömegpiaci logika alapján működőként képzeljük el, valójában tőkepiaci, és hogy a megoldás az az lehet, hogyha újra szervezzük a képviseletet. A képviselet intézményeinek új elszervezése, tömegpárt, széles politikai mozgalmak értelmezhető úgy, hogy vissza a képviseleti szociáldemokrata modellhez amit Erika Wright mond, az is ilyesmi, szociáldemokrata, reformista okay. mondás. Készültünk erre az adásra, beszúrt el egy kérdést a közös fájlunkba, hogy na de lehetségesen még szociáldemokrata politika XXI. században, tehát visszacsinálható -e ezek a 70-80-as évektől kezdve erodálódó, széteső képviselt intézmények, úgyhogy az autonóm munkás mozgalom, munkásosztály követeli ezt ki, vagy pedig ez nem működik, és akkor adódhatnak más kérdések, hogy akkor máshogy kell, baloldali populizmussal. Az a szociáldemokrácia definíció, amit mi használunk, több, mint csak jóléti állam és állami újraelosztás, mm. hanem hogy nálunk a mi definíciónkban, ami még van pluszba, az ugye a szervezet munkásosztály, tehát a cselekvő kérdése. Mert hogyha csak úgy tesszük fel a kérdést, hogy újraelosztó, aktív vagy cselekvő, Proaktív állam az elképzelhető-e, akkor arra inkább hajlok az igen felé, mint válasz azzal a kitétellel együtt, hogy pont ez a 40 évnyi neoliberalizmus annyira visszaépítette vagy leépítette az állam cselekvő kapacitásait, az, ahogy kiszervezni az adminisztratív, bürokratikus gondolkodást az tanácsadó cégeknek, uh -huh. Tiloit meg, PVC uh -huh, uh -huh. meg, ilyesmiknek, de hogy ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy lehetséges dolog. Azzal a kérdéssel, hogy munkásosztálynak a képviseleti intézményei újraépíthetők-e, ott azzal kapcsolatban egy picit talán szkeptikusabb vagyok. Uh -huh. Részben azért is, mert nek van strukturális dimenziója, hogy a posztfordista termelésben a szolgáltató szektornak a megerősödésével átalakulnak azok a feltételek, amikben egységes munkás, aztán gondolata, vagy elképzelése, imaginációja megképezhető, egy képzelt közösség úgymond, az sokkal nehezebb lett, másrészt meg pont ezek az ilyen ideológiai dimenziók, amik nagyon erősen például központi helyre rakják az oktatást, és az oktatási színvonal, mint törésvonal képző erő a politikában, az is ez ellen hat, az, ahogy különböző identitás vonalak mentén széttöredezik, tehát a fehér munkásosztály fogalmát kritizálhatjuk abszolút és teljesen jogosan, mint elemzői kategória, mint társadalom Elemzés eszköze, ez így egy hülyeség, de mint politikai cselekvés, mm. tehát, hogyha a politikai cselekvés az úgy működik, hogyha kialakítunk ilyen kereteket, fogalmakat, amik jelentenek valamit, azok aztán elkezdenek önálló életet élni, és lehet, hogy az egy konstrukció, de a valós hatásai ettől megmaradnak mert elkezdjük úgy látni a világot. Tehát a világot különböző szemüvegeken keresztül mm. tudjuk nézni, és hogyha például ezt a szemüveget feltesszük, akkor onnantól teljesen más dolgokat látunk, mint hogyha nem tennénk. Fel, és mm -hmm. már pedig ezt a szemüveget nagyon sokan felteszik, és ilyen értemben hatása van. Akár a, a dolgozóknak az ön meghatározásukra az, hogy magukat látják, amik magukról képzelnek, akikkel szemben meghatározzák magukat, vagy akikkel koalícióban, vagy szövetségben határozzák meg magukat, ebben nagyon sokat számít, és az egyáltalán nem mindegy, hogy adott esetben, hogy egy ember úgy képzeli el magát, hogy ő a fehér munkásosztály része, és ezért szövetségesének nem a bevándorló munkást vagy a valamilyen fai kategóriába besorolt munkás tekinti, hanem adott esetben a fehér tőkés. Uh -huh. hogy innen nézve ezek szerintem fontos dolgok, vagy az, ahogy az oktatási színvonal is törésvonal, képző erővé váltam, adott esetben az a munkás értelmiségi koalíció, ami mondjuk a magyar szociáldemokrácia történetében is vaskosan ott van, de egyébként a világ szocializmusának a történetében, vaskosan ott van, az meg tudná-e ma képződni az a szövetség építés, miközben mondjuk egyetemi diploma, az a járó kulturális distinkciók, különbségtételek, stilisztikai kérdések, nyelv, ami probléma volt, tehát a, beszéltünk már ebbe a podcastba, hivatkoztunk már Kassákra, meg uh -huh. a Sinkó Ervin optimistáiba uh -huh. is kiválóan. Le vannak ilyen jelenetek, hogy az értelmiségi gyerek újpesti gyárban próbál agitálni, és hogy annak milyen hat lesz. Szóval, hogy ez sose volt egy probléma mentes folyamat, de hogy azt hiszem, hogy az utóbbi időben ez még nehezebbé vált. És te mit gondolsz erről? Nekem nagyon erős az az érzésem, hogy az osztálypolitika és a munkásosztály újra szervezése, vagy baloldali populizmus dilemmában valahogy az A-dilemmát próbáljam látni, és megpróbáljak a kettő közé gondolni valamit. Az elején elmondtál, az nagyon pontosan elmondta azt a diskurzust is, ami 80 90-es években az osztály halála. Az az osztály, aminek a halálról van, az, az nyilván a munkás osztály, és pontosan azért, amit elmondtál. Ez a halál metafora, ez persze azt sugalja, hogy ez egyszer és mindenkorra szétment, és nem tudjuk feltámasztani. Viszont ez meg szerintem egyetlen nem igaz. Én valami olyasmi munkás osztály újra szervezést képzelnék el, vagy tudok reálisnak látni, ami ugyanazt akarja csinálni egy kicsit másként, vagy valami más akar csinálni ugyanúgy. New wine in old Battles, Régi keretekben valami új, és az új keretekben valami régi. Dialektikus metaforágú veszélyek. Az Eric Olin Wright olvasása közben, meg a Csigó Péterrel való beszélgetés közben, és folyton az járt az eszemben, hogy hol van az igazi hatalom. Uh -huh. És az igazi hatalom az alapvetően a tőkénél van, ami be van szervezve nagyvállalatokba, be van szervezve pénzügyi közvetítő és így tovább. Ezek a különböző tőke, frakciók szövetségre lépnek politikával, ha megszerzik az államhatalmat, akkor tudnak ott egy erős szövetséget csinálni, és ez az erős szövetség lenyomja a dolgozókat. Talán azért jobb az a szó, hogy dolgozók, hogy ezt meg tudjuk így magyarul különböztetni, mert hogy munkásként valóban kevesen identifikálják magukat, de tanárok is dolgoznak, tehát fehér is, irodisták, programozók is, itt mint mind dolgozók. A fehér szellemi értelmiségi foglalkozások és ténylegesen kétkezi munkások. Tehát a dolgozókat kell újjá szervezni, vagy a dolgozói osztályt kell újjászervezni egyfelől a munkahelyeken. Tehát képviseletet a munkahelyen. És emellett pedig szervezett politika, párt, mozgalom, ami pedig az állam befolyásolására, megszerzésére törekszik. Ez a kettő szövetségre tud úgy lépni, hogy legyen valamilyen képviseleti fogása, a tagok vagy a mozgalom, a dolgozók valamilyen módon valóságosan kontroll tudjanak gyakorolni a mozgalmuk meg pártjuk felett, nem pedig a párt elítje vagy az elnöksége populista kampányokon keresztül hozza létre a névfikcióját, amely tulajdonképpen ő irányít. Tehát amit tudok szintetizálni Eric Hollinwrightból, Csigóból, Vivek Csibberből, az valami olyasmi, hogy a jól bevált 19. és 20. századi mozgalomszervezés, szakszervezet szervezés, pártszervezésnek a megújításával a régi eredményeket kicsit új módszerekkel újra lehet teremteni. Ezzel alapvetően én is egyetértek. Az elsődleges az a szervezőmunka, mm. ez szerintem nagyon fontos. Van még két dolog, ami szerintem tud segíteni ebben a folyamatban, hogy a klasszikus szociáldemokrata osztálykompromisszum a második világháború után, annak volt egy geopolitikai kontextusa is. Mm. A hidegháború volt mm. annak a geopolitikai kontextusa, az USA vezette tömb és a Szovjetunió vezette tömb közötti versengés. Konfliktus adta ennek a kontextusát, és ez egyébként olyan értelemben segített a nyugati munkásosztályon, hogy ott volt a szovjet veszély, és az egy Jó. ilyen megalkuvóbbá vagy kompromisszumkészebbé tette a, a tőkét. Különböző... Zsarolhatóbbá tette a tőkét. Igen. És hogy van most is egy, vagy kialakulóban van mindenképp egy globális szembeállás, ami szintén valószínűleg zsarolhatóbbá teszi a tőkét bár azért tegyük hozzá, hogy Kína nem a Szovjetunió, Jó. tehát hogy azért a versengésnek a természete vagy a szubstanciája nem biztos, hogy ugyanott zajlik, legalábbis ideológiai szinten, legalábbis önmeghatározásában nem a munkásokat képviselő szuperhatalom áll szembe a tőke szuperhatalmával, hanem itt azért két erősen tőkés szuperhatalom verseng. De ettől függetlenül a deglobalizáció, én inkább azt gondolom, hogy ez nem deglobalizáció, hanem a szabadkereskedelmi globalizáció felváltása egy más alapokon szerveződő globalizációval, de hogy mindenképp itt azért a különböző tőkefrakcióknak nagyobb érdekük fűződik ahhoz, hogy a hátországok rendezett legyen, hogy engedményeket tegyenek a saját munkásosztályaik felé, Szóval ebben a dimenzióban a termelési verseny a Kína és az USA között, meg egy csomó más ilyen verseny szükségessé teszi, hogy szerintem növelni is fogja az ilyen ipari munkásosztály, az ilyen szolgáltató szektoros, meg fehér galléros munkásosztályhoz képest, tehát szerintem az arányuk az elmúlt évtizedek csökkenéséhez képest, tehát most növekedésnek fog indulni. Másrészt meg az a fajta tőke autonómia, amit a szabadpiaci globalizáció adott, tehát az, hogy bármikor vihetem a pénzemet akárhova, bármikor vihetem a termelési kapacitásaimat akárhova, ez a fajta autonómia már azért csökkenőben van. Szóval van ez a dimenziója is szerintem még a történetnek. Ezek persze nem szükségszerűen vezetnek valami jóhoz. Mm -hmm. El tudom mm -hmm. képzelni, hogy valami rosszabb, mint a neoliberalizmus, de el tudom képzelni olyan hegemon rendszereket, amik rosszabbak, mint a neoliberalizmus. Szóval, hogy nem szükségszerűen lesz jobb, de hogy, hogy szerintem így most. Ilyen szempontból mindenképp egy ilyen érdekes átalakulásban van is. Uh -huh. Ennek van szerintem egy ideológiai lába is, hogy azért a klasszikus szocializmus, a klasszikus munkásmozgalom önmagára és a munkásosztályra nem egy részérdek képviselőjeként tekintett hanem az volt az állítás, hogy az egy valamilyen módon univerzális uh -huh. közjónak a képviselete. Okay. Tehát, hogy nem csak az van, hogy a munkásosztály képviseli a maga kis partikuláris érdekeit hanem hogy az egy egyetemes emberi emancipáció igen. felé vezet el. Igen. Na, és hogy azt gondolom, hogy ebbe viszont komoly hátrányai, vagy komoly hiányai elmaradásai vannak a baloldalnak, hogy a közjó megfogalmazása, igen. vagy ennek az aktualizálása 2020-as évek, vagy 21. századi viszonyokra felfrissítése, azt szerintem kevésbé született meg, mint az a fajta felismerés, hogy amúgy igen, szerveződni kell. Igen. És hogy azt látom, hogy sok szempontból azok a diskurzusok, amiket a baloldal szereplői, vagy az ilyen ideológiai diskurzusok, amiket használnak, azok nem biztos, hogy elősegítik ezt a szervező munkát, vagy nem mm -hmm. biztos, hogy vonzóak tudnak lenni mm -hmm. pont azok felé, az emberek felé, a széles társadalmi többség felé, hogyha úgy határozzuk meg a széles társadalmi többséget, hogy egyébként tőkével nem rendelkező emberek mm -hmm. egyébként a széles társadalmi többség. Mm -hmm. Na, de a váltság, de arról mit gondolsz, hogy közben van egy elég nyilvánvalóan kialakuló ökológiai és Igen. Amit megfogalmazva bal oldalról, vagy zöld oldalról, azért mégiscsak van egy egyetemes, az emberiség általános önvédelméről szóló diskurzus. Ez összekapcsolható-e? Nekem most, hogy így hallgatlak, az volt a benyomásom, hogy ez talán összekapcsolható úgy, hogy meg kell fékeznünk a tőkét és a tőkefelhalmozást, ahhoz, hogy évtizedeken beönnesüljünk meg, és ne tegyen tönkre bennünket a klímának, az éghajlatnak, az időjárásnak a szélsőséges kilengései. Tehát, hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy az emberiségnek meg kell magát mentenie az egy egyetemes program, hogy fogalmazzuk meg, hogy ezt a tőkefelhalmozás és a, a természeti és társadalmi erőforrások kisikerelésével szemben kell megfogalmaznia. Erre azt mondta persze Konak hogy nincs elég időnk. De ha megpolitikai projekteket kell megfogalmazni, akkor ez egy mozgósító, hogy nincs időnk. Mm. Tehát most kell odalépni a tőkének, és ez egy egyetemes emberi, az ember, sőt az léntársak felszabadításának, vagy legalábbis szenvedésük minimalizálásának programja lehet. Ha optimisták mm. vagyunk. ez egy negatív program abban az értelemben, hogy mi nem, ne süljünk ja. meg. Igen. Ne meg, és ezért nem a tőkefelhalmozásra. Szóval, hogy nekem azért hiányzik ebből a pozitív vízió. Van ez a brit újbalos novara médiás körben, van ez a az Aron bastani nak a könyve, a Fully Automated Luxury Communism. Mm -hmm. Teljesen Igen. automatizált uh, luxus kommunizmus. Igen, hogy ez uh, nyilván sok szempontból egy vicces és uh, nehezen komolyan vehető dolog, de hogy ezt értem a pozitív vízió alatt, uh -huh. hogy mi az a. az utópia része, és hogy uh -huh. szerintem. Tehát az utópia része az, az hiányzik, Tehát ez egy disztópiának az elkerülése. Uh -huh. Az amit mondasz, hogy ne süljünk meg. Uh -huh de hogy szerintem a bal oldalban az volt mindig is az egyik vonzó valami, hogy képes volt megfogalmazni egy utópiát, képes volt megfogalmazni egy olyan víziót, ami perspektívikusan vezet valami jobb felé. Szóval, hogy szerintem az utópia tökre hiányzik a portásba oldalba, és oké, okay, hogy analitikusan persze nagyon sok mindennel egyet tudok érteni az ilyen kapitalista realizmus gondolatokkal, meg úgy egyáltalán ezzel az egész ilyen a Debor féle spektákulum, uh -huh. totalitás. Ugye Az utóbbi időben ugye a fordítás miatt szintén open books fordítás. Szóval, hogy értem, hogy analitikusan mi mi ebbe a ami jó, mint elemzés, csak hogy mint jövő Kép, nagyon pessimista, cinikus, és hogy azról meg azt gondolom, hogy hát engem sem uh -huh. elkesít annyira, és hogy el képzelni, hogy ez egyébként másokat se lelkesít annyira. Uh -huh. Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy nekem ez az ilyen kivételes állapot, vagy ez a rendkívüli állapot, politizálás, arra való hivatkozás, ez nekem nagyon nagyon visszás. Nekem a szocializmus az mindig mindenképp demokratikus. Uh -huh ez a másik, hogy nekem ez az egész ilyen, fú, itt van egy válsághelyzet, mindjárt megsülünk, és ez mint ilyen önigazolási, politikai önigazolási gesztus, hogy emiatt érdemes támogatni. Ez szerintem hátrányos a baloldalnak, mert akkor ezen a terepen kell versenyeznie, ami egyébként tehát ugyanezzel legitimálja magát a kapitalizmus uh -huh. is valamilyen módon nem is biztos, hogy aláírok mindent, amit az Agamben ír például a Covid alatt, de hogy azt gondolom, hogy amiket, amiket, ezzel kapcsolatban mond, azért így fontos kritikák. Hivatkozok, jó? Te mire utaz, az a Mércé nem régen megjelent búcsó a Olvasónak olvasónak lócímírásod, ami a TGM-re emlékező sorozatnak az első darabja, és ahol erről írsz. És itt a kivételes állapot és Agamben az pontosan azt a fajta politikát jelenti, hogy arra hivatkozva korlátozzuk a szabadságot, vagy rendkívüli állapot van, válság van, meg és ez egy szabadságkorlátozó, kvázi nem tudom, ilyen ökofasizmus, vagy zöldfasizmus, vagy bármilyen más elnyomó rendszer felépítéséhez szolgálhat igazolásképpen. Igen. Erre gondolsz, igen, 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 Szóval, hogy amikor azt mondjuk, hogy szabadságkorlátozó, ez egy kicsit ilyen eufemisztikus ebbe az értelme, mert, hogy, még az is, tehát, hogy oké, okay, szabadság ellenes, de hogy az egész ilyen agambeni gondolatban tényleg ez nagyon erős biopolitika és mindenféle kontroll, tehát, tehát hogy a, az ember autonómiáját, az ember döntési szabadságát, az ember emberi mi voltának a megfosztása. A megfosztása. Nekem valahogy érzelmileg az, az így erősebb, az emberi Na. mi voltól való megfosztatás, és egy teljesen ilyen kiszolgáltatott pozícióba tolás. Jobban leírja, mint csak simán a szabadság. Holott Aha. a kettő, ez, ez valójában szinonima, csak hogy Aha. Érte, az is a szabadságon korlátozás, hogy nem vezethetek 500-al az autópályán. Nyilván a szabadságon korlátozása, az is a szabadságon korlát. Az emberi méltóságtól való megfosztás arra hivatkozva, hogy hogy rendkívüli helyzet van, rendkívüli állapotban. Ha már itt szóba került az írásod, azt is mondod, hogy ami a baloldalban nem szimpatikus, az a szellemtelenség. Ez az, És az ez utópia, az utópia, utópia hiány, hiány, igen, igen. A szellemtelenség, a veszély, hogy nem tud jobbat mondani, mint az, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, válságban meg fogunk sülni, és ezért megfosztjuk az állampolgáraink egy részét, vagy, vagy egészét a szabadságtól, meg az emberi méltóságtól. És hogy ez a szabadságjelenség az, ami rezonál benned arra a TGM szövegre, igen. amit TGM 89-ben írt búcsú a balodatól amit olvashatok el, bármint, hogy Papszinak az írását is, meg az eredeti tgm is 89-ből ott be van linkelve a Papszi cikkébe, Papszi cikké pedig a mércén található. Oké, okay. viszont hogyha leszek az ördögügyvédje, mi az, amit a NER kínál? Teljes az hogy abban, hogy, hogy nehogy már a NER legyen a minta, de hogy tulajdonképpen egy ilyen rezsim jól tud működni attól, hogy folyamatosan csak félelemre játszik és fenyeget. Tehát, hogy azt mondja, hogy ide jönnek a migránsok, a szuverenitásunkat fenyegetik, és ami ehhez képest pozitív vízió, az az, hogy tegyük újra a nagyjá Magyarországot nyers fordításban Trumptól. Let's make America great again. Teljesen egyetértek, hogy kellene ehhez képest valami pozitívabb vízió, viszont nem tudjuk a 19. századnak, meg a 20. századnak a szocializmus utópiáját úgy átvenni, hogy közben tényleg szakadnak rá az éghajlati rendszerek, vagy az ökológiai rendszerek, klíma rendszerek, persze Túlságosan komplexek ahhoz, hogy igazán értsük, hogy pontosan mi történik velük. Nagyon-nagyon nagy valószínűséggel tudjuk mondani, hogy emberi beavatkozás okozza, nem tudjuk igazán pontosan megmondani, hogyha most ebben a pillanatban mindenfajta kibocsátás megszüntetnénk, akkor meddig pörögne tovább, uh -huh. már a saját lendületénél, inerciájánál fogva. Ez a rendkívüli állapotos dolog, ez egy apolitikus sztori, egy technokrata sztori valójában, hogy itt van egy szörnyű állapot, amivel kezdeni kell valamit. És hogy ez picibe sokszor még akár egy védhető állapot is, bár ott se, de ott könnyebben érthető, amikor átszakad a vörösi szab, az annak van egy ilyen technikai része, hogy akkor jön a különböző katasztrófavédelem, és hogy miket kell ott csinálni. De ilyen nagy kérdéseknél, mint a klímaváltozás, egyáltalán nem magától értetődő, hogy mi a jó megoldás részben vannak tudományos viták is, de hogy azoknak a különböző döntéseknek vannak elosztásbeli, egy csomó másfajta kérdése. Tehát az, hogy a dekarbonizáció, vagy úgy, hogy lekapcsoljuk a izét, az, az nem ugyanazt jelenti Nyugat-Európában, ahol alapvetően a kibocsátás nagy része az már nem is föltétlenül biztos, hogy a termelésből jön, hanem inkább a fogyasztás oldaláról a repülő, a hosszú ellátási ráncok, az autók. Szóval, hogy egy csomó ilyen dimenziója van, nem ugyanaz, mint mondjuk Kínában, ahol az egyfőre első kibocsátás hatalmas, de nem azért, mert az embereknek a, az életszínvonalából következik, hanem mert egyébként a termelésük az mm -hmm. még elsődlegesen a szén szénre, de hogy ezzel egyébként megvalósítottak már egyfajta felzárkózást. A kínai felzárkózása zajlik a 80-as évek óta. Nagyon látványosan történik, folyamatosan. Más ugyanaz a heki érdés mondjuk Nigériába vagy Indiába, ahol van nagy kibocsátás, de ott még a felzárkózás elején vannak. Könnyű, elektromos autókra átállni Franciaországból. Mivel az elektromos infrastruktúrák alapvetően ki vannak épülve, azokat bővíteni kell, tisztítani kell azt, hogy miből gyártunk elektromos áramot. Ez így egy könnyű sztori, de ugyanezt a sztorit nem tudod elmondani Nigériában, ahol először is extenzíven kellene bővíteni az elektromos hozzáférést, amihez nem biztos, hogy ugyanúgy tudod megvalósítani, vagy egyből tudod zöldíteni azt, amiből elektromos áramot termeszt. Szóval, hogy van egy csomó technikainak tűnő, de valójában globális elosztási kérdés, ami társadalmi szinten is megjelenik. Szóval, hogy hogy csak azzal azt mondjuk, hogy igen, itt van ez, megsülünk, nem tudom én, húsz éven belül, és akkor ebből következik, hogy így és így kell megoldani. Nem, nem következik, ebből az következik, hogy igenis demokratikus vitákat kell erről folytatni, harcolni kell a különböző érdekekért, és így tovább. Szóval, hogy ilyen értemben Aluldeterminált, kell még oda politika. Ilyen értemben nagyon aluldeterminált mm. a sztori, kell még politika. Mm -hmm. Tehát, ha kimész az utcára, persze, hogy nyilván akármikor az ember azt fogja mondani, hogy hát én azokra a szép, öltönyös, blackrockos, technokrata szakértőkre, ebben a kivételes állapotban ők szerintem jobban tudják, mint a perifériások vagy a. Hmm. Szóval, hogy. A ahogy... Központ szakértő, Igen. igen. Egyetértek, és én is így gondoltam, hogy azért ezt meg kell tölteni. Ez önmagában nem elég, nem elegendő, hogy baj van, és megsünk. És mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy az a pozitív üzenet, bármint az utópia, hogy egészséges életet fogunk biztosítani? Tehát, hogy az egészségnek a megőrzése, most itt tényleg egészen konkrét biológiai folyamatokra, biopolitikai folyamatokra utalva, tehát, hogy mondjuk az akkumulátorgyárak által is felvetett szennyezési és egészségkárosítási körülmények között, az itt utópiánk az az, vagy pozitív jövőképünk az az, hogy egy nagyon nehéz helyzetben egészséges életet mindenkinek, egészséges élelmiszert viszonylag olcsón mindenkinek, itt közben jelezhetjük, hogy ennek az adás évnek az első beszélgetés, az élelmiszer önrendelkezés az olyan szépen be is épült, beépítetted az énségzavarába. zavarába. Itt megbeszélt dolgok az élelmiszer és az élelmiszer átnövekedésről. Azok átfolytak egy másik szélesebb körben hallgatott vagy fogyasztott partizános formátumban. Igen. Igen. Az énségzavarában amit nézzetek meg szintén. Szóval, hogy az energiát, az energiatermelést és elosztást demokratizálnunk kell, hogy lehetőség szerint, ha élelmiszertermelésről van szó, akkor rövid ellátási láncok, kiépítésére és fenntartására kell törekednünk, hogyha energiáról vagy bármilyen iparról van szó, akkor a termelési láncoknak, az értékláncoknak a térbeli széthúzódást minimalizálnunk kell és akkor ennek az ökológiai költségei, meg a logisztikai költségei is, is kisebbek lesznek. Szóval ezekből az elemekből összerakható azért egy olyan utópia, vagy pozitív jövőkép, amiért érdemes küzdeni, és ami mozgósító lehet, és ami több annál, hogy ajaj, megsülünk. Aha. Igen, szerintem összerakható itt a hogyan összerakható kérdés, mert, mert pont ezért még visszautalok erre a fully automated luxury mm. communismra, hogy szerintem mindannyian van annyi, vagy az értelmiségnek van annyi fantáziája, vagy a baloldali értelmiségnek van akkor a fantáziája, hogy tud kilószámra ontani magából ilyen típusú utópikus forgatókönyveket, és ezek fontosak is abban az értelemben, hogy megtermékenyítőek tudnak lenni, meg vitát tudnak generálni, meg szó hogy ezeknek van haszna. De egy alapvető kérdéseket kellene feltenni elsősorban, amiket aztán ki kéne próbálni a mozgalomépítési gyakorlatban, hogy hogy működnek. Tehát, hogy az én fejemben az egyik ilyen alapkérdés az az, hogy mit tekintünk értéknek, az érték az, hogyan képződik az emberek szemébe. Abban a helyzetben, amikor beindulnak ezek a klimatikus változások, mm -hmm. amik beindultak, ezekben a helyzetben, helyzetekben, egy adott helyzettel való megküzdésben, hogyan alakítható át, hogy mi az, ami érték, mit tekintünk értéknek, mit tekintünk olyan értéknek, amit esetleg azt gondoljuk, hogy ki lehetne vonni a piaci termelés alól, aminek akár ilyen common alapon, mindenképp így a közjó alapján, ami kivonnánk a piaci termelés alól, és akkor az egy utópikus gondolat, vagy mindenképp egy pozitív gondolat, hogy vannak itt olyan <kül> dolgok, amik a hétköznapi társadalmi, gazdasági, politikai működésen felülálló egyetemes emberi értékek, uh -huh. ilyen materiális hozzáférésbeli dolgokat uh -huh. gondolok, hogy ezek beemelődnek. Boldogsághoz és élethez való jog a társas együttélés célja nagyon fontos kérdés, hogy hogyan akarunk együtt élni, együtt működni, hogyan építhetőek ki bármifajta ilyen társas együttéléshez szükséges bizalmi rendszerek. A technológia kapcsán megint vissza az automata luxus kommunizmushoz, hogy a technológia mire való. Az, hogy használjuk, ki ellenőrzi, az, hogy ki ellenőrzi, annak milyen következményei vannak, és hogy lenne jobb az ellenőrzés az ipari forradalommal párhuzamos marxizmusnál ott szintén ez volt, hogy megjelennek új technológiák, és azok a technológiáknak kihatása van a társas együttélésekre, az emberek közötti hierarchiákra, a munka megosztásra, és egy csomó mindenre. Szóval, hogy van egy, egy, csomó ilyen, és akkor lehet érvelni az alapjövedelem mellett, lehet érvelni az alapjövedelem ellen, az, az már két különböző baloldali iskolát tud adott esetben ellentétes utópiákat a munka természete, szerepe, mit gondolunk pusztán csak ilyen kizsákmányolás terepeként érjük meg, vagy azt gondoljuk, hogy van valami metafizikai ebbe az egész munka, az ember és a munka kapcsolatában, az alkotó-teremtő munka uh -huh. kapcsolatában, hogy az, az valami sokkal mélyebben emberi, és hogy nem biztos, hogy a postwork work munka utáni társadalom. Uh -huh. De lehet, hogy pont a munka, az a munkától való felszabadulás része ennek az utópiának, uh -huh. de lehet, hogy nem átalakítása a munkának. Szóval, hogy ilyen dolgokra gondolok, amikor azt uh -huh. mondom, hogy ilyen nagy, nagy kérdéseket ki lehetne a mozgalom építésben kristályosítani uh -huh. rá válaszokat. Igen, valószínűleg, ha már munka, akkor azt, hogy a kényszer alól minél többeket felszabadítani, vagy minél jobban felszabadítani, abban valószínűleg konszenzus van mert nem is lehet megszüntetni a bérmunkát, de hogy a bérmunka kényszer, tehát hogy azt a kényszert értetőben mondva, hogy olyan munkát kelljen elvégezni a nap nagyon sok órájában, amit igazából szívből utál az, aki csinálja, és csak azért csinálja, hogy meg tudjon élni. Tehát a kényszer, hogy eladja a munkereit. ennek a munkaerő áru eladás kényszernek a mérséklése az biztosan része kell ennek legyen, és akkor ezzel kapcsolatban pedig a, a munkamegosztásnak az újragondolása is nagyfajta egyenlősítésre. Most én leszek az kördögügyvége, csak hogy mondod, hogy konszenzusa a bérmunka alól való felszabad, én is egyébként ezt gondolom, csak néha azért van ilyen gondolatom, hogy ezért ezeket mind ki kell próbálni. Ezek szerintem hipotézisek, le kell tesztelni nagyon sokat küzdök azzal, hogy az a speciális osztálypozíció, amit így egy értelmiségi elfoglal, főleg így a 21. században, ez az egész ilyen professzionális menedzseri osztály típusú gondolkodás, az mennyiben befolyásolja az én utópiámat, vagy hogy mondjam, az én privát utópiámat, mennyire határozzák meg ezek a fajta ilyen pozícióbeli dolgok, hogy én a négy napos munkahetet azt egy ilyen végtelenül hasznos, kívánatos dolognak tart, nem ez egy ilyen hétköznapi uh -huh. reformista aktus lenne ez nem egy forradalmi tett, de hogy az én fejemben nyilván el tudom mondani, hogy ez hogyan változtatják a munkához való viszonyunkat, és hogyan valamennyire mégiscsak több szabadságot enged a bérmunkakényszerrel szembe, de hogy én nem vagyok százszerzékosan meggyőződve arról, hogy ez egy kéggalléros ember számára is ugyanúgy csapódik Aha. le. Beleértettem ezt, amit ja, Tehát amikor a kényszert mondtam, akkor azt is értettem, hogy azért nem válik olyan nagy kényszerré, mert meg tud élni négy nap alatt is. Ja, persze, persze, igen. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem dolgozhat többet négy napnál, és ezáltal radikálisan csökken a jövedelme, akkor persze, nem fog belemenni. De egyébként nehéz elképzelnem, hogy nem menne bele bárki abba, hogy kevesebbet dolgozzon, hogyha ugyanannyi jövedelmet szerezhet, illetve jövedelmi és a kiadási úgy rendezhetők át, hogy összességében több időt tud tölteni a szeretteivel, a szeretteit értve nem csak a családját, hanem a barátait, ismerősét, stb több időt tud számára hasznosak tűnő elfoglaltságokat tölteni, egészségesebb élelmiszer tud enni, úgy érzi, hogy nagyobb kontrollja van a saját élete felett, meg egyáltalán az, hogy honnan, miből fűti fel a lakását. Szóval hát, értettem, hogy a kényszernek a csökkenése. Azért nagyon sokakat a kényszer tart benne. Persze, persze, nem, abszolút inkább tényleg csak arra gondolok, hogy egy ilyen laptopnál ülő embernél a megmaradó négy napban a kizsákmányolás, tehát nyilván fokozható, mert fokozható különböző ilyen megfigyelési, meg ilyen hatékonyság dolgokkal, de hogy közben lehet, hogy az nem akkora nagy ár, azért a plusz egy nap szabadságért. De hogyha ezt ugyanezt megnézem adott esetben egy akugyárban uh -huh. akkor nem biztos, hogy már ugyanígy tevődik fel a kérdés. Főleg, hogyha hozzáveszem azt is, hogy abban a fennmaradó egy szabad nem biztos, hogy tényleg egy autonóm kapitalizmustól mentes valami, hanem ott szóval, hogy a privát szférában ugyanúgy ott van a kapitalizmus, uh -huh. és ugyanúgy ott van az elidegenedés. Uh -huh. És lehet, hogy emberek azért, hogy még egy napot RTL klubbos valóvilágot nézhessenek, és esetleg plusz egy napot frusztrálódhassanak azon, hogy a szomszéd kúriában úszó medencébe éppen buli van. Nem biztos, hogy szükségszerűen megéri azért, hogy cserébe abban a négy napban hogyan hagyják ki a szart is belőle. Mm -hmm. Szóval hogy ez, azt mondom, hogy ezek csomó szempontból tök jók, csak hogy ezeket mindig ki kell próbálni, és azon keresztül a mozgalomépítés politikai gyakorlata tudja ezeket a kérdéseket eldönteni végső soron. Itt Konak Péter elég sokat beszéltünk arról, ő ugye anarchistaként határozza meg önmagát, hogy hogyan viszonyul ő Erikőnér az exit stratégiájához. Mert hogy Eric Rájt az anarchizmust is bepakolta egy stratégia alá, ez az exit stratégia, kilépés, menekülés a kapitalizmusból. Hmm. Mit gondolunk erről? Mert ez egy olyan pont, ahol az elmúlt néhány podcastunkban egymással radikálisan szemben álló álláspontok jelentek meg. Emlékeztetőként mondok néhányat. Tehát például, hogy emlékeztek Kis Viktorra, akkor ő azt mondta, hogy pontosan ezek a rések és repedések, John Holloway is ezt használja, Crack Capitalism című könyvében, tehát, hogy kapitalizmus nem egy teljesen zárt rendszer, nem egy minden szempontból tökéletesen záródó valami, hanem vannak benne feszültségek, ezt Csigó Péter a hangsúlyozta, kontradikciók, ellentmondások, és ezek létrehoznak olyan tereket, ha térben nézzük, és olyan időszeleteket, hogyha időben nézzük, amelyek résekként, repedésekként értelmezve táptalaja lehet annak, hogy antikapitalista mozgalom szerveződjön, vagy bármilyen olyan tevékenység, ami szembe megy ezzel a tőke logikával. És akkor, hogyha mondjuk kis Viktort nézzük, akkor ezt elmondja John holloway elmondja Hártal és Negrivel, és Debor is erről írt. Az Open books lefordult könyvében is van erről szó, meg a Partitenek is volt erről műsora. És aztán jön Csigó, és azt mondja, hogy ez igazából a kultúra, hogy mindenfajta rendszerkritika, hogy például Lukácsot akarja követni, vagy Döbort akarja követni, és ami antikapitalista nosztalgiára épít, ez egy dekadens kultúra, és ez abszolút rossz stratégia. Tehát itt például tetten érhető szerintem, hogy egyrészt van kis Viktor, aki azt mondja, hogy pro autonomizmus, toljuk, innen kell kiforgatni a kapitalizmust, ez az a sarok, ahonnan ki lehet borítani. Csigu azt mondja, hogy nagyon-nagyon rossz út, mert hogy ez egy dekadens kultúra, és arról szól csak, hogy elbábozzuk, hogy ki tud szebben antikapitalista szövegeket újra mondani, és semmi újító ereje nincsen. Ott van Konok Péter, aki nosztalgikus módon beszélt arról, hogy ő anarchista, de hogy ma már nem olyan könnyű anarchistának se lenni, meg kivonulni, kívül kerülni a kapitizmuson nem lehet. Elmondta ezt a latin-amerikai példáját, hogy kivonultak, nem, nem tudom már hol. Aszum, Argentinában. Argentinában és, van, és, Farkland, halálban, és... Is megérkeztek helikopterek a tisztásra. És akkor még egy kicsit visszakötök. A bucsó baloldaltól amit mondtál, meg amikor Csikó itt volt, akkor rezonáltál vele, hogy igen, igen, ez az antikapitalista, nosztalgia, meg jelmezbál, meg kivonulásosdi, ez, ez neked sem. Hogy erről mit gondolsz? Igen, ez az ilyen rések, meg repedések, ilyen metaforikus uh -huh. beszédek, de hogy végső soron minden odafut vissza ahhoz az alapvető marxista felismeréshez, hogy kapitalizmus az egy folyamatos változásban lévő dinamikus rendszer, amiben nem minden ilyen patika mérlegen kimért koherenciával működik, hanem vannak benne belső ilyen strukturális ellentmondások is. Tehát az, hogy a kapitalizmus egyik alapvető jellemzője egy irányba mutat, a másik meg pont szembe megy, ilyen alapvető dolgok, mint hogy támaszkodik a háztartási munkára, a fizetetlen munkára, Ára, hogy újra termelje a saját munkaerejét, de közben ki tudja annyira szipolyozni, hogy az már a munkaerő újra termelését teszi lehetetlenni, és önfelszámoló ilyen értelemben. Szóval ez csak egy basic példa volt, csak hogy érzékeltessük, hogy amikor ezt mondjuk, hogy ellentmondás, meg mint mm -hmm. mi akkor mikre gondolunk. Ezt a folyamatosan változó kapitalizmus szondázni, és ezeket az ellentmondásokat megpróbálni felismerni, és kihasználni valamilyen fajta antikapitalista politikai célra, ezért százszázalékosan egyet értek, szóval szerintem ez alap. Az egy kérdés már, hogy tényleg jól szondázzuk-e, vagy a jelent szondázzuk-e, vagy sokszor korábbi, és Marx olvasásnak van ez a fajta szintje is, hogy olyan dolgokat azonosítunk, amik lehet, hogy már megváltoztak, vagy hogy a Cirfus Marci most egy nagyon szuper tanulmányt jelentetett meg az akujárakról, és tök jó, hogy hívják mindenhova, hogy beszéljen. Tehát volt neki 444-es interjúja, volt neki G7 podcastos interjúja, volt a népszavánál, ott is adott egy interjút. Nagyon szuper, és belinkeljük minden mindenképp hallgassátok meg. De hogy a névszavásnak volt egy ilyen címadása, hogy a David Harvey-ra hivatkozva, hogy ez valójában a... Mi a... Felhalmozás, plusz, kisemizés kisemizés által. által. És hogy egy nagyon érdekes vita ez például, hogy Marx beszél ezekről a bekerítésekről mm. a kisemmizésen, De hogy lehet ezt úgy értelmezni, amiről ő ír, hogy ez a kapitalizmus kialakulásának egy konkrét történelmi fázisa. Tehát, hogy volt egy ilyen időszak, amikor történik ez a kisemizés eredeti tőkefelhámlás. Viszont, amit Harvey csinál, az az, hogy transhistorikusan a kapitalizmus történetében mindig beazonosít ilyen kisemizős ilyen. pillanatokat. Ilyen. És a Marx is ezt mondja, ilyen. hogy ez történik most az akkumulátorgyárak kapcsán. De hogy ez egy tök érdekes vita, hogy az a történelmi pillanat, és hogy, hogy ez a fajta ilyen kisemmizés, bekerítés típusú dolog, ez tényleg még mindig Szerves, központi, centrális részei a kapitalizmus logikájának, vagy csak egy történelmi periódus volt ez. Na, szóval, hogy uh -huh. utána következnek ilyen kérdések ebbe az egész sztoriba, hogy tényleg azt a jelenleg létező kapitalizmus szondázzuk -e és az ellentmondásait ismerjük fel, vagy arra építünk politikát, ami uh -huh. 60-as évek kapitalizmusa, az 1890-es uh -huh. évek kapitalizmusa, az 1840-es évek kapitalizmusa. A dekadens kultúra szerintem, amit a Csigó mond, az valahol itt jön be, vagy az én fejemben legalábbis, Igen. hogy sok tekintetben, egy másik kapitalizmus ellen harcol a baloldalnak bizonyos részei. Ez az egyik hmm. dolog. És akkor a kivonulás stratégiával ez a másik dolgom nekem, hogy az pont minden szép és jó, Istennek tetsző tud lenni szerintem, csak meg kell nézni, mert hogy fennáll a veszély, hogy ez valójában szintén egy tök pszichés mentális reakció, hogy itt vagyunk egy világban, vagy egy kapitalizmusban, melyik folyamatosan alkalmazkodik, adaptálódik, változik, bonyolult, ellentmondásos, vannak neki olyan dolgai, amivel adott esetben lehet, hogy lehetne szimpatizál, vagy egyéni szinten szimpatikus van olyan része, ami egyéni szinten antipatikus és akkor ez itt aztán átvezethet a Kovács eszteljük, minden összeáll, a gal Galaxy Brain ez a podcast, hogy itt van egy ilyen bonyolult, sokszor átláthatatlan, hatalmas rendszer, sokszor nagyon túldeterminált, sokszor aluldeterminált, szóval az egész egy felfordulás, és akkor ebből való kivonulás, hát igen, az ugye egy ilyen egyszerű dolognak tűnik, és én ezt mondom, mint egyéni stratégia, tökre meg tudom érteni, és tudok vele empatizálni. Mint politikai stratégia, nem tartom teljesen értelmetlennek mint közösségi cselekvés, szintén nem tartom teljesen értelmetlennek. Akkor van az igazán nagy bajom vele, hogyha viszont az ehhez társuló stratégiai horizont nincs valahogy összhangban vele, Például, hogy én elköltözöm egy lakatlan, kis, elhagyatott faluba, és viszek magammal még 30 embert, és ott elkezdünk kialakítani egy autonóm közösséget, megtermelünk csomó mindent magunknak, adott esetben folyik ott még egy kis patak, ami nem még egy ilyen kis áramtermelő erőmű, vagy uh -huh. mini erőmű, hogy mondta Fekete egy András, a mini atomerőmű, vagy. <gül> <gül> Igen, és hogy akkor valamennyi energia önrendelkezés is lesz, és megtermeljük, és fasz a tök jó, és ez egyébként tök jó példát mutathat, és megmutathatja, hogy meg lehet így is szervezni az együttélést. Nem biztos, hogy vonzóbb lesz egyébként a társadalom többsége számára ez, mint a kapitalizmus belüljének az ajánlata, ugye, hogy most Kis Viktorra is utaljunk. Nem biztos, hogy egyébként az emberek azt fogják gondolni, hogy jobb ez. De lehet, hogy nagyon sokan tényleg ezt fogják gondolni. Oké, okay. viszont az a feltételezés, hogy ettől majd így összeomlik a kapitalizmus, mm. és így hirtelen kivonul mindenki a 4 8 milliárd ember így egyszerre lép egyet a oldalra, és így hirtelen kilépett a kapitalizmusba, és akkor majd a kapitalizmus ott így áll, és így, ó, oh, meg, <laughs> és így magába omlik. Igen, igen. szerintem egy hülyeség, és igen. hogy azt gondolom, hogy viszont ez a fajta romantikus gondolkodás ott van uh -huh. ezekben a kivonulós sztorikban. És most lehet, hogy karikírozok, is azt fogják mondani, hogy ja, persze, senki nem gondolja azt, amikor leköltözik vidékre egy paradicsomot termelni fenntartható módon, senki nem gondolja azt, hogy ettől majd meg től a kapitalizmus, de valójában kicsit igen. Igen, vannak olyan változatai. Például a Kis Viktor mondja azt, hogy nem csak mi függünk a tőkétől, hanem a tők is függ tőlünk, és hogyha abba hagyjuk a fogyasztást, és az autonomizmus mozgalmait hozzuk létre, és csináljuk akkor önmagába zuhan. Tehát, hogy a kapitalizmus összezuhan, hogyha nem fogyasztunk. Na most ez szerintem is megalapozatlan, vagy hogy túlságosan optimista. Viszont, ha már ilyen ökofalvas változatot nézünk, akkor ott meg sokszor van egy ilyen prepperkedés, de ilyen békés prepperkedés, hogy felkészülünk arra az ökológiai válságra, amikor majd nekünk lesz az a pici erőművünk, csak az fog majd működni, és nekünk lesz még egészséges élelmiszerünk. Ott talán a kapitalizmus összeomlasztásával kapcsolatos mm -hmm. optimizmus nem annyira elterjedt, hanem igazából maguk akarnak kimenni. Abszolút. Tehát nem egy ilyen militarista prepperkedés, hogy gyűjtsünk sok fegyvert és lelőjük, akik ide akar jönni. Abszont. Amerikában azért ez van, hogy Sátgánnal kiköltjük. Ja, ja. És az a változata a kivonulásnak, amikor tényleg csak valami régi kapitalizmusra reagáló kultúrát akarnánk fenntartani, ja. tehát a jelmezbál és a kulisszáknak a fenntartása az tényleg elég terméketlen. Igen. Kis Viktor nagyon nagy szimpátiával tekint a szolidáris gazdaságra, mert azt látja benne, hogy az autonomizmusnak egy olyan formája, ami antikapitalista, ami önképzésre, antikapitalista önképzésre is irányul, és ami egyszerre zöld, ökológiai, tudatos, feminista, és nem is csak egy ideológiai címkékkel lehet ráragasztani, hanem valóságosan dolgozik azon, hogy egészséges élelmiszer, energiaközösségek, munkaerővédelme, tehát szervezés is legyen benne. És hogy például ezt a stratégiát én abban tudok menni a Viktorral, hogy a baloldali fordulat szükséges, de önmagában nem elégséges elemének lássam. A konokos beszélgetésben volt egy ilyen hosszabb kérdésnek átszázott állításom, hogy szerintem nagyon hasznos lehet, hogyha ez a szolidáris gazdasági kezdeményezések, az egyik olyan úgy mondja ezt, hogy szociális gazdaság, Szóval ezek a kezdeményezések szövetséget tudnak kötni a reális politikában, baloldali politikai mozgalommal, ami meg az állam befolyásolására épül Igen. ki. Ennyiben a szolidális gazdaság gondolatban nincsen az benne, hogy ha mi kivonulunk a kapitalizmusból és abba hagyjuk a fogyasztást a kapitalizmusból, akkor a kapitalizmus összeomlik. Abszolút, ez, mert ez nincs benne. Ez nincs benne. Viszont az van, hogy építkeznünk kell a kapitalizmuson belül, hogy nem tudunk teljesen kilépni belőle, de a kapitalizmus ellen. Tehát olyan gazdasági szerveződéseket, intézményeket felépíteni, ami összességében a tőke logika ellenhat, a tőke felhalmozás logikája ellenhat, és az élet újratermelését próbálja megszervezni, nem kapitalista módon, vagyis hogy a gondoskodást, energiát, élelmiszert, munkaerő újratermelést. Ez nekem egy szimpatikus, nagyon szimpatikus rá. Amúgy alapvetően nekem is tök szimpatikus. Én a szervező munkának ezt a részét szintén elengedhetetlennek uh -huh. tartom. Tehát, hogy ebben abszolút beledértek egyet, hogy ezek egymásra tudnak épülni, uh -huh. meg alapvetően a politikai mozgalomépítésnek, meg a képviseleti intézményeknek, közvetítő intézményeknek az újjáépítése. Minden ilyesminek van olyan nagyon erős anyagi vonzata is, amit adott esetben ez tudna segíteni, támogatni finanszírozni. Ahogy adott esetben a, a megtermelt töblet valamilyen módon visszafordul, mint mozgalomépítési uh -huh. erőforrás. Uh -huh. Szóval, hogy én ebben abszolút látom a fantáziát, és az is tök szimpatikus, hogy igen, hogy ez egy ilyen bágyazott valami, tehát uh -huh. hogy ez nem, ez nem a kivonulás, hanem ez a társadalomban való élés. Uh -huh de hogy van azért ennek egy olyan érzése, mint a szocializmus egy országba gondolatnak, hogy mennyiben lesz antikapitalista az az ország, amelyik egyedül antikapitalista, egy kapitalista világrendszeren belül. Uh -huh. És hogy itt felmerül az is, hogy mennyiben mentesül a tőke logika alól az a cég, amelyik az ott esetben dolgozói tulajdonban van, uh -huh. amelyik nem a tőkefelhalmozást tartja céljának, uh -huh. de az a rendszer, amiben benne van, uh -huh. azok a gazdasági szereplők, akikkel interaktál, uh -huh. a hitelfeltételek, uh -huh. a csomó ilyen peremfeltétel, ami így egy gazdasági termelési rendszerben fennáll, vagy, vagy peremfeltétel, ami lehetővé teszi a termelő tevékenységet. Hogyha azok kapitalisták, akkor kérdés, hogy ez mennyiben hat a kapitalizmus fellazítása, megváltoztatás, a visszaszorítása, megszüntetése irányába, vagy mennyiben pont a kapitalizmus egyik ilyen alkalmazkodási uh -huh. lehetősége. Ez szerintem egy empirikus kérdés, abszolút, szóval szerintem ez a, így előre, itt így most ebbe a hangszigetelt szobába nem fogjuk, <gül> 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 nem fogjuk eldönteni. Abszolút. Vagy és ezt ők is így gondolják, tehát a szolidáris gazdaság szervezésít így gondolják, hogy ez empirikus kérdés. Van erre elméleti válaszuk, a félig átteresztő hátja, tehát hogy beengedjük az erőforrásokat a rendszerbe, és megpróbáljuk megállítani, hogy kiszivárogjon az általunk elvállított érték. Meg a másik mondás az az, hogy a kapitalizmuson belül, de a ellen dolgozunk, és belülről akarjuk szétrágni. De ezek elméleti mondások is, hogy ez mennyiben sikrő, vagy mennyiben tud növekedni benne, és mennyire tud elterjedni benne. Az, az abszolút empirikus kényszer. Na, és akkor az viszont az egy kérdés, hogy mik azok a kritériumok, amik így fel lehet írni egy listát, és akkor így kipipálni majd, hogy amikor empirikusan el lehet dönteni, fel lehet mérni, hogy akkor ez vezete valahova, mert hogy ott végső soron nyilván lehet azt mondani, hogy igen, majd amikor megdőlt a kapitalizmus, akkor majd látjuk, hogy hát ez milyen jó volt, mert megdöntötte a kapitalizmus, de hogy ez egy körben forgó érvelés, hogy azért jó valamire, mert Megvalósította azt a valamit, de hogy előtte, tehát hogy hol van az a pont, amikor azt mondjuk, hogy most már beleraktunk annyi kísérletet, annyi erőforrást, annyi munkát, nőttünk akkorára, uh -huh. hogy el kell dönteni, hogy ez tényleg azt a hatást váltja -e ki, uh -huh. vagy azt a hatást fogja-e kiválteni, amit mi szeretnénk és a kapitalizmus megnöntését, vagy pedig ez egy pótcselekvés adott esetben kapitalizmus megtámogató. És akkor uh -huh. mik azok a kritériumok, tehát, hogy, uh -huh. hogy a belső működésünkben, hogy szóval, egyért uh -huh. mindennek vannak ilyen makro- meg mikro kritériumaim is, amiket így végig kéne menni, és egy adott adoszban... pont nem, nem tartunk uh itt, -huh. tehát nem, nem mondom, hogy itt tartunk. Eljön majd ez a pillanat, amikor meg tudjuk állapítani, hogy ez a ló tényleg megye valahova, vagy érdemes lesz róla. De mondom, ez egy táblatos uh -huh. absolut Genderületek? Igen. Volt egy szuper beszélgetésünk Kovács Eszterrel, emlékeztek, aki írt egy nagyon-nagyon jó könyvet, és itt a beszélgetésben sokszor kérdeztük direkt politikáról, jól tudva, hogy Eszter nagyon mélyeket és fontosakat gondol politikai-stratégiai ügyben is. Nekem az volt az érzésem, hogy valahogy nem tudtuk előcsalogatni igazán Esztert ebben a beszélgetésben. És azt a kérdést írtam fel, hogy akkor elfogadtatható-e, megértethető-e egy olyan harmadik pozíció, egy olyan baloldali pozíció a gender vagy más identitás ügyekben, nyilván a Kovács a gender kérdésekről, ezekről a küzdelmekről szól, ami nem lesz automatikusan transzfóbnak nyilvánítva, ami nem lesz queer ellenesnek nyilvánítva, ami nem lesz megvádolva ne szekértolással, tehát hogy ez megalapozható megértethetőe, e illetve hogy ebből kiépíthető-e politikai mozgalom is. És én abszolút úgy gondolom, hogy igen, viszont úgy éreztem a beszélgetésünk után, hogy ezt nem tudtuk kellően érthetően a beszélgetésben világosra tenni, és talán az ezt is egy picit óvatosabb volt mm. ezeknek az egyértelmű megfogalmazása. Néha úgy fogalmazott, hogy nem csak ezzel van dolgunk, hanem az is van dolgunk, és ezt mi dolgunk van. És akkor nem, nem mondta. Mit gondolsz erről? Tehát, egy mi kérdés, így, pontosan, <laughs> okay. hogy a harmadik pozíció kirajzolható-e? Igen. Igen. Tehát, hogy megértethető-e, illetve, hogy politikailag is képíthető egy ilyen, tehát, hogy, amit biztosan tudunk, nyilván van egy olyan pólus, hogy progresszív neoliberalizmus, individualizáció és identitáspolitika. Jól ismerjük. Okay. Ennek van egy, mondjuk egy neres ellenreakciója, ezt az a nagyon jól megvizsgálja. Van egy AFD-s, tehát a német uh, Alternative Deutschland, tehát egy német erős jobber ellenzéki mozgalom, és az eztre azt vizsgálja a könyvében, hogy ez a német meg a magyar történet, ez hogyan zajlik részben párhuzamosan, részben hasonlóan. És ugye engem a beszélgetésben is az érdekelt, hogy tök jó az elemzés, a szerintem ez nagyon szuper és nagyon jó elemzés, de nyilván amit el akarunk csalogatni, hogy ezt hogyan csináljuk meg? Tehát, hogy ez hogyan lesz megértethető, elfogadható, hogy az, amit állítok, az nem transzfóbia, és nem ellenség, és nem nerszekértolás, és a jobbos pozíció felől pedig nem ugyanaz, mint a szakásos, progresszív, neoliberális, individualizáló identitáspolitika. Hm. Hm. Van most egy érdekes beszélgetés egy kompakt magazin nevű online magazinban a vók kapcsán. Eddig két cikket olvastam belőle, azt hiszem ennyi is jelent meg. Arról van szó, hogy az volt a kiinduló cikk állítása, hogy ez a vók és az egész ilyen identitáspolitikai cuccok ennek így vége. Hogy ez egy történelmi időszak volt, főleg így a 2010-es évek, amikor a professzionális menedzseri osztályon belül ez egy harci eszköz volt, különböző pozíciók, munkahelyi pozíciók kiharcolására, uh -huh. de hogy ez az időszak most a Covid-dal, Ukrán háborúval, az olcsó pénzkorának végével és azzal, hogy vannak komolyabb témáink is. Szóval, hogy ez a dolog lecsengett, uh -huh. ennek most már így vége van. Uh -huh. Ez így, mint uh, vonzó ideológiai narratíva, mint beszédmód, mint valami, ami képes alakítani a nyilvánosságbeli vitákat, ennek így eltűnt a vonzó ereje. Tehát, hogy vókok még lesznek, de a vókság, mint nyilvánosság alakító kulturális erő, ez így megszűnt. És akkor erre válaszolt a zsizsek, aki egyébként sok szempontból egyetért a cikkel, mindegy, a vége az az, hogy de, hogy ez nem szűnt meg, hogy valójában ez sokkal erősebb szerepet játszik a kapit stabilitásának a fenntartásába a kulturális ideológiai szempontból. Azért hozom fel, mert hogy ebbe az egészben visszajön az, hogy visszatérve a gender, meg ilyen szexualitás kérdésekre, hogy visszajön az a dolog, hogy itt alapvetően Felépítmény, ideológiai felépítményekről van szó, amik adott gazdasági-termelési viszonyrendszerek, mintázatok között jönnek létre, valamilyen funkciót ellátni, és aztán, amikor megváltoznak ezek a gazdasági-társadalmi viszonyrendszerek, akkor megszűnik a funkciójuk. És hogy nekem ez a gondolat nagyon szimpatikus, és azt is gondolom, hogy ez így kicsit átvágja ezt az egész harmadik pólus kérdést, hogy kell-e ebbe harmadik pólust képezni. Ez az optimista olvasatom, hogy ez az egész egymásnak feszülés, ez lecsengőbe van, és mm. hogy öt év múlva már csak röhögni fogunk azon, hogy valakik azon vitatkoztak, hogy téged ki kell rúgni az egyetemről, mert terv vagy, vagy mm. transfób vagy, és hogy ezek a kérdések mm. ebben a formában meg fognak szűnni. Ezek az elitviták, ettől mm -hmm. még az a része, hogy jogokat a melegeknek, az mm -hmm. nem biztos. Az az én optimista olvasatom, mm -hmm. hogy ezért nincs szükség harmadik pozíció kirajzolására. A pessimista olvasatom az az, hogy ez direkt arra van kitalálva, hogy ebben ne lehess. Tehát, hogy ez egy vagy vagy ként van kialakítva, ez a diskurzív keret, ez így van kialakítva, ilyen zéró összegű játszmaként, hogy ebben nincs köztes pozíció, mm -hmm. vagy a normalitás ellensége, vagy és felül akarod írni a természetet Uh -huh. vagy Hitler vagy, és ki akarod írtani a szexuális uh -huh. kisebbségeket és azokat az embereket, akiknek a nem ilyen kifejezésük adott esetben átér a, uh -huh. a konvencionálistól. Uh -huh szándékosan nem használom én ezt a... Szóval, hogy engem nagyon zavar tudományosan ez az eszencializálás, hogy ilyennek, meg olyannak születünk. Én ezt uh -huh. nem hiszem sem. Magamra tekintve, hogy milyen szexuális orientációval születtem, azt sem hiszem, hogy emberek valahogy nőnek, vagy férfinak születnek a fejükben. Uh -huh. Nem születünk sem magyarnak, sem nőnek. Azok nagy részben kulturális vagy társadalmi kérdések, és ezeket a szerepmintákat a születésünk után kapjuk meg. Persze, vannak mindannyiunknak más habitusai, vagy ilyen kémiai felépítései, valaki hajlamosabb depressziósnak lenni. Szóval, hogy vannak ilyen biológiai dolgok is, de hogy alapvetően az az eszencializálás, hogy ilyennek vagy olyannak születünk, az társadalomtudományosan semmiként nem tartható álláspont. Uh -huh. És ezért használom ezt a kifejezést, hogy a nemi önkifejezésüket más módon szeretnék megcsinálni, mert az viszont az a nekem így alapvetően nincs bajom, hogy valaki nem úgy szeretne öltözködni, ahogy az társadalmilag elvárt, vagy nem olyan szerepeket szeretne követni. Ezt is Ebben alapvetően egyetértettünk, igen, hogy, igen. hogy hogy senkit nem szabad hátrányba ja, kérnie, amiatt, hogy ő egyébként nem olyan ruhákat szeretne mm. felvenni, amilyent a szülei vettek mm. neki gyerekkorába, és adott esetben voltak olyan traumái, vagy tapasztalatai, szüleivel való viszony. És ez szóval egy csomó minden befolyásolhatja azt, hogy aztán mi felnőtt korban hogyan tekintünk magunkra. Ez most így független attól, hogy valaki heteró vagy nem heteró. Arra akartam kiütni, hogy ez viszont, ami erre ráépül, az a fajta ilyen leegyszerűsítő kettősség, az direkt úgy van kitalálva, hogy abban ne lehessen harmadik pozíciót kialakítani, mert hogy én tényleg még mindig azt gondolom, hogy ez tényleg egy elitek közötti bunkós bot, ez az egész uh, kérdéskör. Uh -huh. Az, ahogy feltevődik, tehát most megint érdemes hangsúlyozni, hogy az hogy embereket ne érjen hátrány, amiatt, hogy hogyan fejezik ki a szexualitásukat, a nemiségüket, adott esetben tök más dolgokat is. Az alap azért érdemes harcolni, csak szerintem az itt a trükk, hogy úgy állítjuk be, hogy azok harcolnak ezért, akik vele állnak ebbe a kettős vitába, ebbe a kettős identitáspolitikai harcnak, az egyik a jó oldalába beleállnak, és akkor azok tesznek ezért. És szerintem ez nem így van, szerintem uh -huh. a kettő, két téma teljesen nem azonos. Az egyik téma az egy legitim politikai küzdelem terepe, uh -huh. a másik meg egy elit küzdelem, aminek a tétjei nem azok az emberek, akik ezekhez a különböző kisebbségekhez tartoznak, annak a tétjei az, hogy milyen pozíciót tudnak ezek a különböző elit csoportok egymással szembe kirajzolni milyen intézményeket tudnak elfoglalni, milyen tevételekre tudnak szertenni. Uh -huh. Erről szól ez az egész valójában, és hogy látszik az, hogy miről kezdtünk el beszélni az egyetemekről. Tehát, az egész vita az amerikai meg brit egyetemekről indult el, ott ez az egész identitáspolitikai vókizé, onnan indult el, aztán hova terjedt át, átterjedt a kultúriparba. A Netflix, a kiszerezhet pozíciókat nem tudom melyik streaming szolgáltatónál, az újságok, a filmek, a... szóval az egy másik történet, és a kettő full autonóm egymástól. És szerintem a baloldalnak, nem tudom, bele lehet állni ebbe a kettősségbe, de minek? Hm, megleptél. Mert hogy? Hmm. Mert ez itt kell, hogy legyen az Eszter, hogy, hogy ő elmit mit mondana, mert hogy ha azt mondod, hogy beleállhat ebbe a baloldal, de minek, akkor igazából azt mondod, hogy ez tényleg, hogy ez egy döglött tehát nem kell ezzel foglalkozni. Vagy hogy már, mm. tehát most már tudjuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni. És ő meg amikor itt volt, akkor azt mondta nyilván sztoriba mesélve, hogy amikor elkezdte a doktori képzés, meg amikor beadta azt a kutatási tervét, amiből azt egy doktori diszertációt, amiből azt a könyv lett, amiről most beszélgetünk, akkor még úgy tűnt, hogy ő valóban a Nancy követő mm miniszterként úgy látja, hogy pusztán materiális kérdésekből nem megmagyarázható mindez a dolog, ami történik. Az identitáspolitika és az arra adott új jobb válaszok, azok ott, ez nem csak gumicsont, ezt mondta is többször, hogy ez, mm. ez nem csak gumicsont, itt dolgunk van, ezt meg kell értenünk, itt politikailag be kell ebbe a küzdelembe lépni, és akkor nagyon kíváncsi enik, hogy mit mondana arra, hogy, mm. azt mondod, hogy most, ha ezeket a cikkeket nézzük, akkor ez mm -hmm. túl vagyunk. Nem, ebbe igazad van. Az is van, hogy amiről én beszélek, az tényleg ez az ilyen, um, hogyan be beszéljünk, tényleg ez az ilyen elitlefókuszáló, hogyan szabad beszélni, jaj, mit szabad jaj. mondani. Uh -huh. oh, És hogy uh -huh. amiről meg Eszter beszél, az annyiban tényleg más, hogy nyilván az is diskurzusokról szól, csak azok sokkal tágabb körben beágyazódott valamik, de hogy végső soron azoknak is valamilyen más funkciót tulajdonít mert mint az Eszter könyvében tök jól visszajön, hogy tétek nem azok, amik névleg a tétjei ezeknek a küzdelmeknek, tehát nem az a tétje, hogy valaki tényleg elfogadjon bizonyos a másság politikája, az egy ilyen egalitárius, meg tisztességes legyen, és se nem az, hogy itt tényleg valami ilyen végtelenül fontos, hagyományos értékeket védenének. Tehát a két oldal közötti cucc, ahogy Eszter leírja, az nem azok a tétjei, amiket névleg mondanak, hogy a tétjei, hanem vannak más funkciói ezeknek a diskurzusokban, a társadalmi élet különböző területein adott esetben használhatóak, mint szimbolikus kötőanyag, politikai tábor, vagy egy politikai tábor megkonstruálásába különböző emberek koalíciójának, vagy társadalmi csoportok koalíciójának a létrehozásába. Csak hogy egyértelműen egyértelmű, tehát hogy ez igen. az új a gender amit mondasz, hogy ilyen igen, szimbolikus igen. kötőanyagként egybe tartja ezt a igen. De az amerikai Demokrata párt esetében is nagyon font ez az egész identitáspolitikai történet, mm -hmm. és hogy az ott egy, szóval, hogy azt kevésbé tudom kritizálni, mert mégis mégiscsak egy beágyazott történet egy adott ország kontextusában, egy nagyon multikulturális, faj hierarchiákra épülő országnak a története. Az már egy másik kérdés, hogy ugyanaz a diskurzus elkezd vándorolni, és belül más kontextusokba, és ott már tök más az értelme, és sokszor az már egy kiágyazódott, izé, tehát Magyarországon beszélni ugyanezekről a dolgokról tök más, de az amerikai identitáspolitika a neoliberalizmus korában az amerikai demokrata párt sokszor választást nyerő koalíciójának az egyben tartására tök hasznos egyébként, mert egyrészt integrál, integrál olyan értelemben, hogy különböző Társadalmi csoportokat, feketéket, fehér munkásokat, középosztálybeli értelmiségek, ez képes egybe tartani, és egyébként határt is húz másokkal szemben, uh -huh. tehát meghúzza a határt, főleg az utóbbi években egy ilyen oktatási szinti határt húzott meg, hogy azok, akik elég képzettek ahhoz, hogy felismerjék ezt a dolgot, ők tartoznak a mi táborunkban. Szóval nem csak a jobboldali oldali ellenség képes erre, de igen, Magyarországon és Németországon is van egy ilyen, hogy az adott politikai szereplők bázisát megalapozó társadalmi koalíciók szimbolikus kötőanyaga, ugye ezt használták is, ezt Még egy korábbi tanulmányukban. Pető Andréával. Pető Andrával, meg a Veronika Grepaszkával. az Egyesült Államokban. Ott is azt látom egyébként, hogy haldoklik ez az egész ilyen identitáspolitikai vonal. Tehát Aha. nyilván a demokratáknak mindig ott lesz ez egy szempontként. Ez egy érdekes kérdés lesz. Ez, ez szerintem 2024-es republikánus előválasztásnak ez lesz a tétje, hogy meghal -e az a jobbos identitás politizálás. Wow. Mert hogy én azt látom, hogy ez a Ronde Santis, ez full ráment erre rá, az itt polos izére, hogy betiltani a drag meg elvenni a Disney-től, érted, egy republikás tőkét. Elvesz, elképesztő, hogy mik vannak, de tényleg most ki, Disney. ide jönne Ronald régen, és így szétnézni, hogy ott van egy republikánus, amely épp a Disney-nek a földjeit államosítja, mert hogy a Disney túl vók, vagy nem tudom én, mi a Disneylandben vannak valami drag queen vagy. Szóval érted, Elképesztő, hogy milyen világban jön, republikánus, épp államos. Na mindegy, szerintem mondja azt valaki, hogy a csúcs neoliberazmus alatt élünk, nem. Szóval, hogy ez a DeSantis -e szerintem full ezt a sztorítója, és hogy ő, mivel egyébként gazdaságilag nem tud semmit ajánlani a uh -huh. munkásosztálynak, úgymond, mert ő egy ilyen amúgy normi, szélsőséges, libertariánus. Sok szempontból hogy ez az amerikai fajta jobbos, libertariánus van. És közben meg azt látom, hogy Trump megint ellentétben 2020-szal, viszont hasonlóan 2016-hoz, megint próbál magának egy olyan pozíciót kirajzolni, ahol elsődlegesen materiális dolgokkal próbál magához vonzani embereket. Mm -hmm. 2016-ban ez az egész szabadkereskedelemnek a, az elutasítása volt, meg visszatelepíteni gyárakat, ez a rosdaövezetre yeah, yeah. való még America Great rájátszás. Yeah. Ez volt, amit őt megkülönböztette nem csak Hillary Clintontól, de a republikánus előválasztási összes másik jelöltől, Jeb Bushtól, Ted Cruzit és most azt látom megint, hogy Trump ezt rajzolja ki magának, hogy ő az egyetlen, aki nem vágná vissza, hanem megvédené a social security-t az időseknek, a 60 nem tudom hány év időseknek járó ilyen öregségi nyugdíj, meg a mozgáskorlátozással, fogyatékossággal élő embereknek is ugyanez. Szóval, hogy ez egy ilyen valamilyen fajta társadalmi védőháló egy szűkebb, tehát az időseknek, és a valamilyen tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő embereknek, rokkantaknak, mondjuk a katona, katonaságból ott a veteránoknál. Szóval, hogy van ez a social security, meg a Medicare, ami szintén ezeknek a társadalmi csoportoknak az egészségbiztosítása, mm -hmm. és ő most azt próbálja kirajzolni, hogy így mindenki más, tehát a DeSantis már rakja ki a videókat, ahogy mondja, egy korábbi, ilyen korábbi videókat, hogy hogy kell ezt megszüntetni, meg visszavágni, meg difandolni, meg mit tudom én ezeket uh -huh. a jóléti ízéket. És Trump most ezeket védi, ezt a törésvonalat rajzolja ki, hogy ő lesz az egyetlen a republikánus mezőnybe, aki ezt védi, uh -huh. szemben az összes többi ilyen uh -huh. fiskális neolibiájával szemben. Uh -huh. Meg persze az ukrán háború a másik, ahol szintén ugyanaz, mint annó 16-ban az afganisztán kapcsolatban, hogy ne az amerikai munkások pénzét küldjük az uh -huh. ukránoknak. De hogy megint egy ilyen materiális izékben rajzolja ki, miközben elengedte az abortusz tematikát, tehát megmondta, hogy ez egy hiba volt, ezért vesztettük el, mit törmölt, ő amúgy nem támogat. És hülyeségnek tartja, hogy most elkezdték tolni sokan az itpolos republikánusok, hogy szövetségi szinten kéne tiltani teljesen az hmm. abortuszt. És hogy bemondta, hogy ez, ez hülyeség, ő ezt nem támogat. Szóval, hogy, hogy van ettől még persze rá fog játszani ezekre a dolgokra, mert, a, mert a mainstream vagy a demokrata elitte szemben muszáj megrajzolni azt, hogy hát igen, a normalitás pártján áll az egyszerű emberek. De hogy valójában a központi tézise az nem az identitás politikai lesz. És hogyha tényleg az van, hogy DeSantis és Trump fognak összecsapni az előválasztáson, akkor az egy tök érdekes kérdés lesz, hogy minek van a húzó ereje az a jobbos itpolnak, vagy a jobbos demagó gazdasági populizmusnak. Amikor a belépési küszöbben voltál, akkor mondtad, hogy Majkának van igaza, mert jön a basszus a Hát ez mindig jön és hogyha az, amit most az elmúlt években nagyon éles identitáspolitikai küzdelemnek láttunk, azt igen. ez a basszus, ez éppen hogy elvékonyodhat igen. a következő években, 23-24-ben. Vagy, hogy... évtizedben, azért ezek nem így egyik évről a másikra tűntek, de igen. És hogy a év múlva talán már nem is tudjuk, hogy mi is volt a tétje mondjuk például az Eszter könyvének. A, azt nem gondolom, hogy nem fogjuk tudni, hogy mi hogy lesz. Hogy nem lesz már az a, tétje. a fesz... benne, vagy nem lesz benne az a de öt év múlva lehet, hogy már kevesebb ember lesz, aki ezekkel a gender harcokkal fog utatásként foglalkozni. Aha. Az, az valószínűsítő. Meg közben lesz azért beszéd interszekcionitásról, meg lesz LMBTQ mozgalom, de hogy nem lesz benne a feszkó, és egy, egy nem lesz igen, igen. És viszont, hogy ez meg is marad, tehát LMBTQ, interszekciótás, stb. emberek felismerik magukban, hogy ők vírek, melegnek, leszbikusnak, stb. határozzák meg magukat. Ebben a kérdésben, ebben az identitáspolitikai küzdelemben nem kell kialakítani a baloldalnak egy harmadik álláspontot. Nem kell ebbe beszállni és szerintem be a kategorizálós, eszencializálós versenyben nincs ahogy beszállnia, Aha. tehát hogy még egyszer kvérnek, meg nem tudom én minek meghatározni magadat. Az egyéni önmeghatározások szintjén lehet, hogy van értelme, de politikai szinten szerintem továbbra se látom, hogy ez vezetne valahova, vagy hogy nem, másként mondom, hogy Szóval, hogy ez az egész agyonkategorizálása a dolgoknak, ennek csak kizárólag egy fogyasztói, piaci mm. logikában van értelme. Válasz, igen, igen. Mert ha onnan nézzük, hogy egyébként mire van egy valamilyen kisebbségnek szüksége, akkor az egyrészt viszonylag egyszerű kérdés egyenlőségre, egyenlő emberi méltóságra, az anyagi és szimbolikus közjavakhoz való egyenlő hozzáférésre. Ez így egy viszonylag egyszerűbb kérdés. Uh -huh. Ezt így alábontani nagyon-nagyon apró különböző identitás kategóriákra, abból a szempontból van tétje vagy értelme, hogy fogyasztói niseket rajzol ki, abból a szempontból van értelme, hogy a tőke még jobban tudja befolyásolni azt, hogy mondom, az identitás olyan társadalmilag konstruáltak, ezzel uh -huh. semmi baj nincs, Igen. szóval, hogy ezt nem negatívként mondom, az emberi identitás, mivel kapitalizmusban élünk, ezért sok szem pontból a tőke által konstruálódik. Uh -huh. Csak azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben megszült újabb és újabb ilyen kis identitások, azok alapvetően elsődlegesen a funkciójuk a kapitalizmuson belül, az egyén szubjektivitásának a menedzserése igen. a tőke eszközeivel. Igen. Meg a mozgalom, hogy arra hivatkozva tudják pozíciókat szerezni. Igen. Akadémiában, itt a kultúriiparban. Igen. Persze, igen. Persze, igen. Persze. Aha. De hogy azért, aki őszinte magát érteni, ha leülök a tükör elé, akkor így akármikor fejlesok 6 millió dolgot az identitásomból, amit alapvetően a fogyasztás generált bennem, vagy az az mm -hmm. ilyen kulturális termelés, amit a kapitalizmus csinál. És hogy ez van, csak hogy ez szerintem a baloldalnak, ezt így valahogy le kell hántania, hogy mi az, ami ebbe az egész kérdéskörbe az, ami így eszenciálisan fontos. Mm -hmm. És azzal így foglalkozni lehet, és hogy szerintem nincs baloldali, aki azt mondaná, hogy el kell nyomni a nőket, vagy el kell nyomni a melegeket, vagy ki kell röhögni azt az embert, aki adott esetben nem úgy öltözik, és nem olyan színű haját fest magának, és a körmeit nem úgy viseli, ahogy egyébként az emberek 99 8, 7 a csinálja. Szerintem ez nincs. De, bocs, de lehet, hogy pont ez, amit most elmondtál, ez maga az a baloldali pozíció, ez a harmadik pozíció, amire azt mondod, hogy nem kell beszállnia, de miközben megfogalmazod, közben pont ezt a beszállást csinálod. Szerintem, az Szerintem az azt... nem ugyanabban küzdelemben szállunk be ezzel. Szerintem okay. ezzel egy régebbi küzdelemben szállunk be, és remélhetőleg egy az optimista olvasatom szerint egy jövőbeli küzdelemben is szállunk be ezzel, készítjük elő azt a terepet de hogy ebbe a fajta ilyen beszéd cenzúrázó, embereket kirugató, túl hype sérelmekkel teli, kölcsönös sérelmekkel teli zébe, abban nem. persze, persze, persze. Igen, igen. Oké, okay, ezért nem értettem. Szóval hogy azért volt, hogy megleptél, mert teljesen értem. Tehát tulajdonképpen a kapitalizmus kritika a fogyasztásnak, tehát az identitás fragmentumok generálásának és arra fogyasztói marketing piacok felépítésének a kritikája az maga a pozíció ahogy én értem, politikailag. Tehát, amit mondjuk a Mészáros Gyuri megírta a fordulat 24-be, 2018-ba, az egyébként ez a harmadik baloldali pozíció, és elég szorosan kapcsolódik szerintem az Eszternek a Igen, könyvében elfoglalt pozíciójához. Abszolút, és szerintem, ja, ezekben a kérdések, nekem is minden gondolatom nagy része az a gyuri szár, vagy hogy mondjam, Aha. így általa inspirált. Aha. Úgyhogy ez, az, az mindenképp hasznos, igen akkor itt is hivatkozom is, tehát, hogy a fordulat 2018-ban, hogyha jól emlékszem, megjelent 24. lapszámában LMBTQ mozgalmak a félperiférián valami ilyesmi címmel, Mészáros György tanulmánya, ezt is belinkeljük és posztoljuk. Igen. igen. Hát igen, mert a periférián ugye a basszus jön a tengeren túró. Vagy hogy én még ezt, ezen, amit szétválasztanék, hogy mi az, ami autentikus helyi viszonyokból kinövekvő mozgalom, és uh -huh. szerintem az mindig is volt valami fajta, ha nem is nyílt szerveződése, de legalább szubkultúrája valamilyen mindig volt a adott esetben szexuális kisebbségeknek Magyarországon. A uh -huh. századforduló Magyarországán, ugyanúgy, mint a Hortikor Magyarországán, uh -huh. és a Rákos és a Kádárkorunk Magyarországán, és abból nyilván sok szempontból nem politikailag, vagy hát nem mindig volt lehetőség politikai, de abból nőtt ki szerintem a 90-es években is valami fajta meleg mozgalom adott esetben Magyarországon. Uh -huh. És van ettől teljesen függetlenül egy másik lába ennek a dolognak, hogy az olcsó pénz korában a különböző nagy donorok mire adtak pénzt uh -huh. különböző civil szervezeteknek, és azok milyen diskurzusokat uh -huh. kreálnak. Uh -huh. Van ez a szintje is ennek a dolognak, és akkor van a, még a harmadik szintje, az, hogy a kultúri far, ami nagyon erősen amerikacentrikus volt az unipoláris világrendben a 90-es évektől napjainkig, ez egy nagyon erősen Egyesült Államok centrikus kulturális izé és onnan pedig kiáramlik egy csomó minden, amit így működik, csinálnak a saját kontextusukban tök jó dolgokat, de nem biztos, hogy ugyanazok a kategóriák ugyanolyan értelmesek egy másik helyzetben. Mm. Tehát azt megint a vissza az elejére, hogy a szemüvegek, igen, hogy igen. az a szemüveg, amin keresztül őt, egy amerikai rendező felfogja az amerikai társadalmat, az lehet, hogy egyébként tök valid azok a kategóriák, azok a dobozokban, amiben perak embereket, azok a vissza, olyan amiket a dobozok között felállít, hogy milyen hierarchiák, milyen elnyomások vannak, az így tök valid, csak utána, hogyha egy az egybe azt a keretet, azt a szemüveget felrakod, és elmész Jemenbe, és kezded nézni a dolgokat, akkor így nem fogsz látni semmit, és neki mész a falnak. Na, és hogy szerintem, ha ezeket a szinteket egy baloldali politika meg tudja különböztetni, kicsit szét tudja szálazni, és ki tudja menteni azt, ami értékes uh -huh. ebből az egész sztoriból, ami emancipatórikus, és ki uh -huh. tudja nyíltani azt, ami konkrétan szabadságellenes, ostoba, cenzorkodás uh -huh. és pozíciókirajzolás valamilyen nyugatról jövő basszushoz mérte. Uh -huh. Nos, itt a vége. Nagyjából átbeszéltük az elmúlt három beszélgetésnek a bennünket foglalkoztató részeit. Persze nem merítettük ki, tudnánk még erről szövegelni még két órát, de itt most abba hagyjuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. A következő alkalommal tervénk szerint megint vendéget hívunk. Nagyon köszönjük, hogy ha írtok nekünk visszajelzést, akár a mi a teendő podcast gmail.com-ra, oda hosszabban is, hosszabb levelet is tudtok írni, illetve a Facebookon is szívesen veszünk visszajelzéseket. Mi a teendő Podcast a Facebookon, igen, ott találjátok meg, és mint mindig most is azt szeretnénk tőletek kérni, hogy lehetőségetekhez mérten támogassátok a Partizánt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket a podcastokat, ezeket a beszélgetéseket felvegyük, illetve nagyon köszönjük azoknak a munkáit, akik lehetővé teszik számunkra, hogy beszéljünk. A Lőrinci Áronnak, aki a hangmérnökünk, hangtechnikusunk, Puskár Krisztián, aki a szerkesztő, illetve Kili Zsanna, aki pedig grafikusként dolgozik, és segít nekünk vizöltást nyújtani a hangfájlok mellé. Sziasztok! Sziasztok! Ez valójában engem interjú voltál már ebbe az adásba, és szerencsére szövegelek is, mint a hülye. Nem, kicsit többet beszéltél, mint én, de, de, de szerintem ó, teljesen jó.